Sziasztok, srácok! Csak látom, hogy volt még egy posztom, amire többen reagáltak korábban a Facebookon, és az van rajta, hogy egy ilyen fickó tart egy ilyen fehér üres lapot, és az van ráírva, hogy az összes ige, amelyek valami ilyesmi, ami alátámasztják a gömbföldet, valami ilyesmi. És ott elkezdett okoskodni pár ember alatta, láttam, de ezek közt is mindegy, most nem akarok részletekbe belemenni. Az a lényeg, hogy el szeretném mondani, hogy volt néhány hónapja, jó néhány hónapja már, lehet, hogy inkább több, mint egy év, inkább egy éve, semmit hónapokról beszéltünk, hogy fölhívott egy srác, akit szintén Dávidnak hívnak, és valamiféle képzést keretében valami beadandót csinált, és vagy valami hasonló, tehát ilyesmi, nem tudom, hogy ez mi volt, ilyen szakdolgozat, vagy valami hasonló dolog, és tehát nem egy fiatal gyerek már, hanem tehát valami egyetemi szintű dolog lehetett, és az a lényeg, hogy az ügyben keresett engem, hogy beszélgessünk arról, hogy mondta, hogy őt nem a lapos földes dolognak az igazsága érdekli konkrétan, tehát ugye az igaz-e vagy sem is, hogy nekem milyen mondani valóban ez ügyben, vagy ő neki milyen, meg stb., hanem ő egy ilyen távolságtartással állt az egészhez hozzá, hanem őt az érdekelte, hogy milyen, hogy hívják, okkal dolgoznak ezek a, úgymond a lapos földesek, milyen érvarendszerrel. Tehát, hogy mi az érveiknek, úgymond, vagy a logikájuknak, a gondolkodásmódjuknak, úgymond a rációja, tehát mi egyáltalán meg milyen, hát milyen metodikával mondjuk így dolgoznak. És mivel teljesen egy korrekt és tisztelettudó és normális és korrekt hangnemben zajlott a beszélgetés, az elején levettem, hogy ez egy tényleg egy normálisan hozzáálló srác, meg minden, és teljesen normálisan tudtunk róla beszélni, és mondtam neki, hogy korábban is föltűnt már nekem az, hogy ebben a vitában az zajlik, általában azt lehet látni, hogy mindkét fél elkezdi a másikat lőni mindenféle fajta érvel, mindenféle fajta, hogy dolgokat hozzávágnak egymás fejéhez, akkor látod, milyen hülye vagy, el se vágod. Ugye? És akkor így. És tehát mind a két oldal tud olyat mondani, ami első ránézésre az ő saját, hogy mondjam, igazát látszik alátámasztani. Különösen akkor, hogyha az ember tényleg nem fetszül ebbe, úgymond több gondolkodást, és nem sikerül kiszűrni, úgymond azt, hogy mi ezek az érvek közül az, ami egy jó érv, és mi az, ami meg nem igazán jó érv. És ugye ez, ahogy a Domonics Robival való ezügybeni, hogy mondjam, vitánk, vagy nem is volt igazából vita, csak egyet nem értésünknek a margóján kezdtem el gondolkodni, ennek kapcsán kezdtem el gondolkodni azon, hogy lehetne ennek a dolognak a méregfogát kihúzni. Mindkét oldal lövi egymást mindenféle érvekkel. És azt arra jutottam, hogy nagyon egyszerű. Azt kell csinálni, hogy az érveknek a hierarchiáját, föl kell állítanom valamilyen formában a hierarchiáját. Erről beszéltem már korábban. Csak ezt szeretném megismételni. És abban nem voltam biztos, hogy mi legyen az a rendező, ami alapján az érveknek a hierarchiáját fölállítjuk. Tehát mi alapján mondjuk azt, hogy ez az érv, ez egy jó érv, ez pedig egy nem nagyon jó érv. És ugye az világos volt számomra, hogy van egy csomó olyan érv, ami egyszerűen nem nagyon jó, és van olyan érvek, amik meg elég elgondolkodhatóak. És aztán leesett. És ez az volt, hogy... És igazából talán így ebben a formában, ezzel a sráccal való beszélgetés során esett le így a maga vegytiszta formájában. És ugye ez az volt, vagy hogy így meg tudtam így fogalmazni. És ez az volt, hogy az érvnek, vagy bizonyítéknak, vagy bizonyításnak a létrehozása, felállítása, illetve a kétkedők, vagy az intellektuális ellenfelek számára való prezentálása során mennyire könnyű csalni. Ennyi. És mikor nagyon-nagyon nehéz csalni, az egy nagyon jó érv, és akkor azt lehetne csinálni, hogy amikor pontozzuk, amikor egymást lövik, úgymond ezek az emberek, vagy felsorok, mondjuk akkor, hogy felsorakoztatják az érveiket, tehát először is, hogyha sikerülne találni, ha lenne mondjuk egy ilyen vita, ha sikerülne találni tényleg egy elfogulatlan, érzelemmentesen, logikusan, rendkívül logikusan, és hogy mondja, függetlenül gondolkodni képes,
hogy mondjam, ilyen zsűrit, kvázi, vagy egy bírót, de igazából ország, hát lehetséges, hogy lehetne olyat találni, hogy mindkét fél beszélget vele, meg mit tudom én, és mindkét fél megbizonyosodik arról, hogy ez az illető, akár külön-külön, akár együtt, mind a két fél megbizonyosodik arról, hogy ez az ember az nyitott és hajlandó elismerni azt, hogyha valamelyik félnek úgymond igaza van. Tehát először szeretném bocsánatni, hogy ebbe a kérdésbe nem is érdemes úgy belefogni. Tehát, hogyha valakivel elkezdesz erről vitatkozni, és ugye az kis bölcsődés és óvodáskorunktól elkezdődő indoktrinációnak a következtében az ember, legtöbb ember az legalábbis felnőtt korára a nyugati civilizációban, és most már nem csak ott, gömbföldessé válik. Tehát ezt tanuljuk mindenhol, ugye? Ellenére annak, hogy kiskorában nyilvánvalóan az ember, mert ez a magától értetődő, tehát nem gondolkodik ilyen hülyeségeken, meg minden, hogy elképzelhető, hogy egy golyón élünk, ahol túloldalt az emberek feje lefelé vannak, és a tengervíz meg nem folyik le róla. Ugye, tehát ebben nem gondolkozik, nem gondolkodik, tehát hogy mondjam, ha nem mondaná neked valaki azt, nem tanítanának erre, hogy ez így van, senki nem gondolna magától arra, hogy egy pörgő golyón él, mert erre semmiféle fajta, hogy mondjam, empirikus, hogy mondjam, bizonyíték, nem csak, hogy bizonyíték, de még csak empirikus észlelés sincsen, ami erre utalna gyakorlatilag. Tehát semmi. Most egyedül azt lehetne mondani, hogy az, hogy a csillagok úgy mind együtt mozognak, ugye? De ez hát mindegy, szóval vannak, tehát ez önmagában, tehát semmi más. Tehát egyszerűen ez csak egy feltételező, hogy hát igazából abból olyan sok van, mi viszont itt csak egy valami vagyunk, ez a plató, vagy akkor tök mindegy, amin élünk. És hát akkor mivel mi csak egy vagyunk ez a sok minden között, ezért valószínűbb az, hogy igazából mi forgunk az egészhez képest, és nem viszont. De hogy az egész rendszer borul már akkor, amikor az ember ugye megnéz azt, hogy a fenébe van az, hogy mindegy. Tehát hogy a parallaxisnak a totális hiánya például. De mindegy, ne menjünk bele nagyon-nagyon messzire ilyen dolgokba. Na most hol tartottam? Hol voltam éppen? Pillanat. Nem tudom. Lényeg az, hogy föl kell állítani az érveknek úgymond a hierarchiáját az ügyben, hogy mennyire könnyű egy ilyen dologban csalni. Igen, és ugye sikerül egy olyan ember találni, aki hajlandó elismerni azt, igen, hogy csak így érdemes elkezdeni bármiféle ilyen vitát, hogyha olyan emberekkel, akik elismerik, mondom, hogy mindenki gömbföldesként indul, kvázi onnantól fogva, hogy részt vett bármilyen formában állami forma, hogy mondják ezt, állami keretek között zajló oktatásban, onnantól szükségszerűen gömbföldessé válik, különben kicsinálják úgymond ebbe a rendszerbe, tehát körülbelül elmegy úgyintézet jár, úgymond annak, aki nem, vagy bármiféle más egyéb úgymond retorzió. Tehát, hogyha találkozol valakivel, és elkezd veled vitatkozni, és úgy, hogy te már tudod, hogy ez ügyben mi a helyzet, tehát ugye megcsináltad a házi feladatodat, önálló kutatás, stb. És leesett, hogy igazából mi van, akkor nem érdemes úgy nekiállni másokkal, olyan emberrel vitatkozni, aki nem hajlandó ennek az egésznek úgy neki menni, még mielőtt neki megy. Nem az, hogy utólag azt mondja, hogy hát én nyitott voltam erre, de nem győztél meg. Ez nem. Mielőtt belemegy, meg kell kérdezni tőle. Ez számomra is egy tanulság. Ezt nem tudtam, hogy ezt így kell kezdeni. Mielőtt belemegy, megkérdezett tőle. Elképzelhetőnek tartod-e? Tehát látsz-e valamennyi esélyt arra? Elképzelhetőnek tartod-e, hogy tényleg az van, hogy egy sík placon élünk? Tényleg le vagyunk fedve egy búrával? És nem mi pörgünk, ahogy hívjákban, hanem a csillagok és az egész, és a nap és a hold egy búrában forog fölöttünk. Elképzelhetően tartod ezt, vagy sem? Elképzelhetően tartod, hogy ez tényleg így van, és arra is érdemes rákérdezni, hogy hány százalék esélyt látsz erre konkrétan. És hogyha azt mondja, hogy ez kizárt, meg mit tudom én, hát nulla, 0,000, mit tudom én, nem biztos, hogy érdemes foglalkozni, mert nem, akkor várjunk egy picit, amikor majd egy kicsit többet, és akkor majd beszélünk. Tehát amikor az van, hogy matematikailag elhanyagolható, úgymond annak a valószínűsége az ő saját bevallása szerint, hogy ő ezt elfogadja, vagy hogy egyáltalán nyitott legyen arra, hogy ez elképzelhető, akkor fölösleges neki menni, úgyse fog hiányzni, ez ilyen embernek mondhatsz valamit. Vallásos emberrel nem lehet vitatkozni. Tehát az a hiába vitatkozol, tehát egy vallásos embernek az a izéje, az az egyik ismérve, hogy ami az ő dogmatikáján kívül esik, és hogyha te olyat mondasz, ami kívül esik az ő mátrixán, akkor te vagy hülye vagy az ő szemében, te elmebeteg vagy az ő szemében, ugye? Elmebeteg vagy, vagy mi a fene, minek hívják ezt,
vagy egy eltaposandó, egy megszüntetendő, egy félreállítandó, hogy mondjam, egy veszély. Egy társadalomra veszélyes, úgymond valaki vagy. Tehát vagy, de mindenféleképpen, mert ha elmebeteg vagy, akkor igazából hogy hívják be kéne zárni, elmegyógyintézetben, ha viszont a köztörvényes ilyen, vagy minek ilyen közveszélyes ilyen, hogy hívják vagyok meg börtönbe. Tehát az a lényeg. Tehát ezek az emberek így állnak hozzátok, ezt kell megérteni. Tehát, hogyha aki van, tehát aki nem hagyja magát a tényektől megzavartatni, és ezt úgy biztosítja be, hogy nem is hajlandó a tényekkel szembenézni egyáltalán, igen, és ez sokszor érdemes, azt az elején már föl, el lehet csípni, amikor megkérdezett tőle azt, így, hogy hány százalék esélyt lát arra jelenleg? Jelenleg, és hány százalék esélyt lát arra, hogy elképzelhető, hogy tényleg az van, hogy nem igaz az, amit a NASA mondott, nem igaz az, amit az iskolában mondtak, nem igaz az, amit a Wikipédia állít, a térkép, nem igaz az, ami teljesen, ami a térképeken van, nem úgy nézne ki a kontinensek egymáshoz képest, mint hogy a térképeken látjuk, stb. Hány százalék esélyt lát rá? És hogyha az van, hogyha ha teljesen zártnak kézé, és ő már tud mindent, akkor nem érdemes vele foglalkozni, nem, akkor meg kell hagyni ott. Abban az állapotában, ugye ez is megvan írva a Bibliában, és az egyik legérdekesebb ige mostanában számomra ez, hogy mivel nem fogadták be az igazság szeretetét, ezért Isten odaadta őket, ahogy tévegés szellemére, vagy valami is, mint tévegés szellemét bocsátotta rájuk, igen, hogy higgyenek a hazugságnak, stb. És akkor le van írva egy csomó minden. Tehát ez úgy indul, hogy az ember elutasítja az igazságot. Ez így indul. Nem fogadja be az igazság szeretetét az ő megmenekülésére. Ez az egész probléma, ez így indul. Ez a kiinduló pontja. És hogyha valaki vallásos hittel hisz, úgymond a hazugságban, hú, ez hangos volt, akkor azzal nem érdemes foglalkozni. Konkrétan. Nem érdemes egyszerűen foglalkozni vele. Jó. Van egy nagyon-nagyon drága barátom, aki rendkívül tájékozott ebben a kérdésben. Hál' Istennek, hogy vannak olyan barátaim, tehát minden fronton, akik nálam tájékozottabbak. Tehát, hogy mondjam, tehát megvan nekem egy olyan barátom, akihez tudok fordulni, hogyha ezügyben kérdésem van, tehát egy lapos volt kérdésem van, hogy nem világos számomra valami, tudom, hogy kihez kell fordulnom. Hogyha, mit tudom, bizonyos vakcinákkal kapcsolatban, mert ez elég ritka, de vagy esetleg csak föl kell frissítenem az ismereteimet, akkor is megvan, hogy kihez kell fordulni. Vagy esetleg valami olyasmi, mondjuk a magyar vakcinahelyzettel kapcsolatban, mert arról nem olyan sok mindent tudok, megvan, hogy kihez kell fordulnom. Hogyha ilyen teológiai kérdésben van valami komoly dilemma előtt állok, vagy ilyesmi, ott is megvan, hogy kikhez tudok fordulni, tehát akik nálam tájékozottabbak. Van egy ilyen barátom, tehát akiről tudom, hogy nálam nagyságrenddel tájékozottabb így laposföld kérdésben, tehát mert sokkal többet olvasott ezügyben, tehát neki komplett ilyen könyvei vannak, amiket el is küldött nekem. Még az 1800-as években íródott könyvekről beszélünk, amelyekben több ilyen kísérlet is le van írva, meg rendesen demonstrálva van, modellezve van minden az, hogy például a perspektívikus eltűnésnek a problémája kvázi le van egészen pontosan vezetve. Többféle ilyen korabeli kísérlet és demonstráció el van magyarázva, le van vezetve. És őt megkértem, hogy amikor most nem olyan régen történt ez a Dean Odell és ez a Greg Locke-nak, úgymond ez a kvázi vitája, igazából egy személyeskedésbe és egy agresszióba, nem fizikai, de majdnem ilyen rendkívül gusztustalan izébe fordult, sajnálatos módon a gömbföldes oldal részéről, tehát ez a Greg Locke-nak a részéről. Úgy voltam bele, hogy ezt össze kéne foglalni, mert ilyen dolog még soha nem történt, amennyire tudom. No, tehát, és ugye ott is az történt, mert ez rendkívül tanulságos volt, tehát úgy végződött az egész, hogy a golyóföldes pásztor az ráhívta a gyülekezetének azon tangjaira, akik szerették volna tovább hallgatni a síkföldes pásztornak az előadását, szerették volna tovább hallgatni, és azért elszerettek volna, és azért el akartak menni. Vagy meg nem csak a gyülekezet tagjai voltak ott, hanem jöttek, ugye többen voltak azok, akik más gyülekezetekből jöttek át, azért, hogy meghallgassák a síkföldes pásztor prezentációját, de a saját gyülekezetéből is voltak olyan, akik szerették volna ezt tovább hallgatni. Nos, tehát az történt, hogy... Tehát többen voltak azok, akik szerették volna, akik nyitottak volna, voltak úgymond, vagy már tudták, hogy mi van, vagy pedig nyitottak voltak erre az egész dologra, a bibliai kozmológiának az elfogadására, és ezért átmentek, mert ki lettek rúgva gyakorlatilag ebből a vizéből.
és átmentek egy másik, hogy hívják, át akartak menni. Na most ezek az emberek, akik kimentek úgymond a parkolóba, a gölyföldes pásztor rájuk hívta a rendőröket, konkrétan. Tehát, hogy csak értsétek, gyerekek, ez nem egy, hogy mondjam, egy olyan kérdés. Szóval ebből is látszik, hogy ez egy rendkívüli súlyú, hogy mondjam, nem véletlenül, hogy ezt úgy hívják, hogy a minden összeesküvés elméleteknek az anyja, a mother of all conspiracy theories, tehát az összes összeesküvés elméleteknek úgymond az anyja. Hát ez ilyen anglicizmus, vagy egy angol, hogy hívják, kifejezés való, igen, de magyarul azt mondanánk, hogy a ne továbbja, vagy a csimboraszója, vagy az alfája és omegája, vagy az ős összeesküvés elmélet, vagy valami ilyesmi, így mondanánk. Tehát ez olyan, hogy mondjam, olyan indulatokat vált ki, hogy ez olyan elképesztő, ami nem indokolna, hogy mondjam. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy ezzel szoktak jönni, hogy úgyis el kell, akár így van, akár úgyis dolgozni kell mennem holnap, nem tök mindegy. Tehát, hogyha ezt az ember így áll hozzá, és ez ebből az álláspontból közelíti meg ezt a dolgot, akkor tényleg azt lehetne mondani, hogy nem tök mindegy. Akkor miért vált ki ilyen indulatokat? És ugye itt van az, hogy ez a téma, úgymond ennek az implikációi túlmutatnak önmagán. Vagy mondjuk úgy, hogy maga a dolog túlmutat önmagán az implikációi miatt. Ugyanis, de ezt már elmondtam ezerszer, de nem baj, ez arról szól, hogy Isten igazat mondott-e vagy sem, és azok, akik lejegyezték a Bibliát, azok igazat mondtak-e vagy sem. Ugye? Meg jól látták-e, úgymond képesek voltak-e, úgymond a valóságot valóság hűen rögzíteni, vagy sem. Ugyanis ha már ekkor elbukott ez a projekt, úgymond a Biblia projekt azon, hogy a Bibliát rögzítő emberek, vagy úgymond a kijelentést, azt vagy már eleve korrumpálva kapták, vagy pedig ugyan ők tisztán kapták, de korrumpálva jegyezték le, bármelyik esetben a Biblia, mint olyan, az irreleváns, az csak egy mítosz, az egy baromság, és igazából semmiféle fajta, hogy mondjam, érdemi okunk nincsen arra, hogy bármit is abból komolyan vegyünk. Ez ennyire egyszerű. Tehát csak hogy értsétek, hogy milyen implikáció, ez csak egy implikációja az egésznek. De ez a legfontosabb nyilvánvalóan. Tehát az, hogy Isten valóban azt mondta-e. Valóban azt mondta Isten? Ugye? És akkor jön utána azé, hogy igazából nem is úgy van. Igazából ez csak egy allegória. Igazából ez csak képes beszéd. Ez igazából nem így van. A Biblia nem tudományos igénnyel íródott. Nem, ezek mellébeszélések. Ez igaz vagy nem? Valami vagy igaz, vagy nem. Na, Fábri Sándornak örökérvényű szavai, valahogy az ő apja mondta volt annó, gyerekek, ami az az. Ugye? Tehát ez ennyire egyszerű. Tehát ne beszéljünk mellé. Most függetlenül a Fábri Sándort. Igen. Yeah, jó. Tehát ez rendkívül indulatokat vált ki, és csak azt szeretném mondani, hogy ezt én látom, tehát mondom, tehát én is, akik most ugye volt nekünk, erről beszéltem már korábban, történt egy rendkívül súlyos, hogy hívják, és még mindig nem beszéltem ez ügyben, komolyan olyan szintű traumát okozott ez nekünk, ami most történt velünk nem régen, ami a egyik, tehát a legfiatalabb, legkisebb gyerekünkről és egy oltásról szólt, illetve ennek az ekörül kialakult haddelhadról. Olyan szintű traumán mentünk keresztül, amit tényleg nem kívánok igazából az ellenségemnek se, mert szerintem nem nagyon van olyan ember, aki megérdemli azt, hogy ilyenen átmenjen. Sok ilyen dolog történik emberekkel szerte a világon, hogy olyan dolog történnek velük, amit nem érdemelnek meg. Különösen, hogyha üldözött vallási kisebbséghez tartoztok, mint például az igazi kereszténység. És ez is. Én ezt megkockáztatom, gyerekek, hogy ugye itt volt egy ilyen történet, nem akarom mondani most a nevét, majd meglátjuk, hogy lesz ez, fogom-e valaha mondani, vagy sem, azt majd meglátjuk, de volt egy olyan ember, aki konkrétan módszeresen elkezdte hívogatni azokat, akikről azt gyanított, hogy esetleg nekünk segíthetnek ebben a helyzetben, és konkrétan megrágalmazott bennünket, és nem adott nekem lehetőséget arra, hogy magamat tisztázzam, tehát szerettem volna vele ezügyben beszélni, nem vette föl a telefont, pedig megmondta, tudta, hogy én hívom, tudta, hogy miért keresem, nem vette föl, de gátlástalanul folytatta az
rágalmazásomat, és hogy másoknak a lebeszélését arról nekünk segítsenek. Tehát kisgyerekes család, konkrétan az a veszély fenyegetett bennünket, hogy szétszakítják a családunkat. Benne volt a pakliban, hogy el kell esetleg hagynunk az országot, úgymond ez nem lett volna feltétlenül illegális. Maximum az lett volna esetleg a nem szabályos, hogy nem térünk vissza a tárgyalásnak az időpontjára. Hozzáteszem, így az a tárgyalás, ami bennünket végül fölmentett, telefonon keresztül zajlott le 10 perc alatt. És úgy, ahogy van, mindenhol fölmentettek bennünket, úgy, ahogy van. És az, ami történt velünk, az, ahogy mondta, a hatóságok részéről, az úgy, ahogy van, illegális, törvénytelen, jogellenes, és méltatlan volt, ezt ki kell mondani, így ahogy van. Ezt csak azért mondom, de ez az ember, mint egy igazi mintakeresztény, akinek már a dédnagyanyja is, meg a dédszüle is keresztény, őzék szent szellemmel betöltött keresztények voltak, az ő állítása szerint, de ez irreleváns, az embernek, Istennek nincsenek unokái, se dédunokái, se semmi. Tehát, mint jó mintakeresztény, megrágalmazott bennünket mindenféle lehetséges fórumon, és konkrétan fölhívott mindenkit, aki csak el tudott érni ez ügyben, hogy nehogy véletlenül segítsenek nekünk. És ezzel én, amikor ezt megtudtam, amikor tudomást szereztem, erről azonnal tudtam, hogy ennek a terv, ez a terv, ez dugába dőlt. Ja, és ugye megfenyegetett azzal, hogy föl fog nyomni bennünket a brit hatóságoknál az ügyben, hogy el akarunk menekülni az igazságszolgáltatású elől, úgymond kvázi, vagy a bírósági, nem igazságszolgáltatás, nem igazságszolgáltatás volt, hanem egyáltalán a hatóságok ellen. Csak hogy világos legyen, gyerekek, hogy értsétek, senkinek nem szeretném azt, tehát hogy átélje, hogy milyen az, amikor rendőrök verik az ajtót, érted, és követelik, hogy add ide a kisbabádat, a néhány napos kisbabádat, és nem tudsz mit csinálni. A kis kijött a rohamrendőrök, és a többi rendesen ilyen izé, mint amit a tüntetéssel szoktak kimenni, ilyen hogy hívják a... Hozzáteszem, hogy mind a korábbi két gyerekünknél is, tehát az két idősebb gyerekünknél is kemény harcaink voltak, de ilyen még nem volt. Tehát ilyen nem volt. Ugye ebben benne volt az is, hogy egy olyan helyen lakunk most, ahol sokkal, hogy mondjam, tehát a látens, hogy mondjam, mondjuk így, hogy az idegenekkel szembeni averzió, vagy külföldiekkel szembeni averzió még erősebb, mint egyéb helyekkel. Ez nem érzékelhető egyébként feltétlenül, úgymond semmilyen formában szinte. Sőt, vannak olyan emberek, akik pontosan tisztában vannak ezzel, és pontosan ezért sokkal kedvesebbek, és tüneményesebbek, és minden, de na mindegy, szóval ez egy ilyen dolog. Tehát vannak, úgymond az Egyesült Királyságnak olyan pontjai, ahol ez sokkal erősebben érzékelhető. Hozzáteszem, hogy ez csak akkor derült ki, és mondom, ez a hatóságok részéről volt érzékelhető alapvetően, ami egészen megdöbbentő. Tehát olyan kérdéseket tettek fel nekünk, hogy csak néztem, hogy lehet egyáltalán ilyet, hogy ha én ilyet kérdeznék akárhol, engem azonnal minimum kirúgnának, de valószínűleg perbe is fognának, hogyha én ilyen kérdéseket tennék fel, amit a hatóság kérdezett tőlünk az ügyben, hogy tisztázzuk magunkat. Tehát mindent, amit el tudtok képzelni, teljesen megdöbbentő dolgokat, tehát ami és olyan dolgokba bele, hogy hívják voltak, ami elképesztő. Na minden, nem panaszkodni akarok, csak hogy értsétek. Ilyen helyzetben, ilyen körülmények közepette egy olyan ember, akivel bizalmas kapcsolatban voltam korábban, csak azért, mert ebben a kérdésben nem értettem vele egyet a bibliai kozmológia kérdésében, olyan szintű gyűlöletet szabadult föl ő benne velem kapcsolatban, hogy az valami elképesztő, és ez vette őt végül erre rá. Jó, tehát ezt csak azért mondom, hogy esetleg legyetek velem kapcsolatban is megértőbbek, akkor amikor azt látjátok, hogy belecsapok ebbe a lecsóba meg minden, de nem viszem végig a dolgokat. Gyerekek, én kisgyerekkoromtól hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy az álláspontomat ellenszéddel szemben meg kell védenem. Ez alatt a kisgyerekkoromban, ugye, de nyilvánvalóan és magától értetődő, a keresztény világnézet, ugye a kommunista közegben, ugye beszélünk még ugye 80-as évekről, aztán jött elnézést a rendszerváltozás, ugye akkor nyilvánvalóan, akkor ugye jött ugye a szekta kampány, mit tudom én, és akkor ugye amiatt, akkor még a történelmi egyházak, úgynevezett történelmi egyházak, akkor hogyha történelmiek, akkor ugyanez az erővel nevezhetünk gyilkos, tömeggyilkos egyházaknak is, ugyanis a történelmüknek ez integráns része, tehát akkor mondjuk így, hogy tehát akkor az úgynevezett történelmi egyházaknak a hogy mondjam, az averziója, minimum fogalmazunk így, tehát az újabb
úgymond vallási csoportosulásokkal szembeni averziója kapcsán, és ugyanezt kellett tanúsítanom, akkor ugye nyilvánvalóan ugye ezzel együtt járt azt úgymond az Izrael pártiság. Igen, mert ugye hát az magától értetődő volt, ugye a HG-ben mindig is. Akkor volt az abortusz ellenesség például, akkor ez a harcos feminizmus ellenesség, nyilván ugye az abortusz pártiság, meg ezek állam, legalábbis történelmileg ezek kéz a kézben jártak. Volt egy rahedli ilyen dolog, és ezek nem egy rahedli, de volt elég pár ilyen, és vagy akár mondjuk ugye az iszlámmal szembeni, mit tudom én, kritikus hozzáállás, mondjuk így. Ezekben a kérdésekben, tehát mind én, mikor, mekkora mértékben, de aktívan kifejtettem egy intellektuális, úgymond tevékenységet, mondjuk így. Tehát vitáztam ilyen kérdésekben személyesen is, online is, minden, és így gyerekek, leteszem nektek a nagy esküt, hogy olyan indulatokat kiváltó kérdésben még nem vitáztam soha, mint ez a lapos föld kérdés, komolyan mondom. És ezt mondom úgy, hogy még egy laza, talán 3 évvel ezelőtt, nagyságrendileg, körülbelül 3 évvel ezelőtt, én még ugyanilyen nem voltam ilyen agresszív vadbaron, még mit tudom, mint amilyen sokan tehát, és hogy ilyen gyűlölködés fölszabadult volna bennem, de akkor úgy emlegettem például azokat a barátaimat, akik ezügyben engem így finoman megfelelő irányba próbáltak toszogatni, hogy elnézést kérek, elfelejtem lehakítani, az a baj, hogyha most lehakítom, akkor az megállítja a felvételt sajnos, úgyhogy nem merek most hozzányúlni. Nem, igen. Tehát úgy hivatkoztam rájuk, hogy hát hú, ez nagyon-nagyon jó, meg ez egy nagyon jó fejember, meg nagyon tájékozott minden, csak az a baj vele, hogy laposföldes. Így, és akkor ugye, igen, tehát én így hivatkoztam ezekre az emberekre, meg minden, és úgy voltam vele, hogy mint egy érdekes gondolatkísérletet, meg, hogy mondjam, egy ilyen intellektuális kihívást, ezt hajlandó voltam ezzel foglalkozni, csak hogy az volt a kitételem, hogy nem most, amikor itt vagyunk a pandémia kellős közepén, és úgy voltam vele, hogy most az összes erőforrásainkat arra kell fordítani, hogy erre egy adekvát választ találjunk. Nevezetesen úgymond a lezárásokkal kapcsolatban, a maszkviselés, meg a mindenféle alapvető emberi jogok korlátozása, ugye az oltáskényszer, és az, hogy a gyülekezetek világszerte, ezek úgy taknyoltak el, úgymond ebben, ahogy hívják, van ezen a teszten, ahogy kell. Értitek, de mondom, ilyet még nem találtam semmit. Tehát ez az összes ilyen témák, úgymond meleg témák közül a legmelegebb. Komolyan mondom nektek. Tehát nem tudtok még egy olyat mondani, ami ilyen szintű gyűlöletet váltanak ki emberekből, úgyhogy igazából csak annyit szeretnék mondom ezügyben mondani, hogy legyetek velem kicsit türelmesek, mit tudom én nem tudom. Tehát, hogy mondjam, tényleg, mint a hiéna kutyák, tényleg úgy repülnek rá az emberre, úgymond, ahogy hívják, ezek az önjelölt, agymosott, hogy mondjam, emberek, és tényleg anélkül, hogy fölfognák, hogy mit csinálnak és mit mondanak, de viszont teljesen úgy lépnek föl, mint akik tudják. És nem veszik észre tényleg, hogy akkor olyan hülyét csinálnak magból, hogy ez megdöbbentő, és tényleg a józan emberek, akiknek milyen vérgőzös a tekintete, azok ott állnak tényleg a partvonalon, és nézik, hogy értitek? Hát ugyanaz a vallásos, a hitgyülekezetét, hogy mondjam, ez a, most nem akarok neveket mondani, de véres szájjal védő ilyen tényleg ilyen szamurájoknak ilyen komment szamurájoknak hogy hívják, a tempója jön át, úgymond elnézést kérek, tehát a rossz oldalról, hogy az egészen zavarba ejtő, tehát ugyanaz. Értitek, hogyha élünk is az Úr is úgy akar, és lesz egy kis időm, akkor lehet, hogy meg fogok ezzel foglalkozni, de egyre inkább, látjátok gyerekek, azt érzem valahol, hogy lehet, hogy ez nem az Úrnak nem akarata egyszerűen. Tehát aki hülye az, és ez tudatosan a hülyeséget választja, az legyen hülye. Tehát szabadsága van mindenkinek arra, hogy egy tudatlan, tahó, nagyképű, nagyszájú, bunkó paraszt legyen. Tehát senki, tehát ezt maga Isten sem tilthatja meg neked. Érted? Hát ha neked ezt választod, akkor válasszad, semmi probléma. Értitek? És nem vagyunk, tehát nem vagyok köteles se én, se más, úgymond a te hülyeséged, és a kutatás, és egyáltalán az informálódásodra való, úgymond az informálódásra való hajlandóság tökéletes hiányát, úgymond, és az ebből fakadó, tényleg
elképesztő tényleg tudatlanságot, és az megint csak ebből fakadó totális butaságot úgymond tolerálnunk. Nekünk nem, tehát senki nem kényszerített engem erre, tehát azért, mert te hülye vagy, azért nekem nem kell neked magyarázkodnom, érted, hogy miért nem úgy van, ahogy te azt gondolod. Először is üljél le a valagadra, és művelődjél. Tehát így indul az egész. Egyáltalán üljél le, és először is informálódjál. Tehát addig, amíg igazából nem is tudod, nem is foglalkoztál vele ezekkel a dolgokkal érdemben, és azt mondod, hogy jó, elkezdtem megnézni, de akkor a hülyeség volt, hogy már nem bírtam tovább nézni, hogy itt tudom, és különben is ezt már régen megcáfolták. Hol? Mutasd be, hol? Ki? Mikor? Mivel? Hogyan? Mutasd be! Érted? Miért mindig én nekem kell annak lenni, aki elmagyarázom, hogy ez nem lett sohasem bebizonyítva? Ha tényleg annyira biztos vagy benne, hogy valami be lett bizonyítva, akkor magyarázd el, mutasd meg. Érted? De legelőször is, tehát komolyan mondom, tehát aki így tud, így képes csak vitatkozni, hogy gúnyolódik gúnyolódással, és lekicsinyléssel, és ilyen gúnyorossággal, mondjuk így, nem tudom. Tehát ez nem szabályszerű küzdelem. Tehát ez, hogyha valaki tényleg úgy megyünk bele, megegyezünk a szabályba, ezt én is meg tudom csinálni, csak ez a probléma ilyenkor, hogy ez az a kategória, hogy ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, mert hozzá hasonló leszel. Felelj meg a bolondnak, különben ezért, tehát különben bölcs lesz a maga szemeiben. Tehát az a baj, gyerekek, amikor leáll egy olyan ember, aki már elhagyta valamilyen szinten a bolondságot, és egy olyan ember, aki még nyakig dagonyázik benne, ezek leállnak egymással iszabírkózni, nem az lesz, hogy a dagonyázó ember lesz tisztább, hanem mindketten sárosak lesznek. Értitek ez, hogy megy? Tehát ez a baj. Tehát és nem biztos, hogy érdemes nekem tényleg olyan emberekkel, akikre lehet látni, hogy nem akarnak, tehát nem gyűlölik a tudást, hogy megvan írva a példabeszédek könyvben, hogy meddig gyönyörködnek a csúfolók a csúfolódásban, és hogy is van, igen, gyűlölik a balgatagok a tudást, erre konkrétan emlékszem, hogy gyűlölik a balgatagok a tudást, gyönyörködnek a naivak a naivságban, ha jól emlékszem, tehát ott azt hiszem a Petit van, igen, és gyűlölik a balgák a tudást, ha jól emlékszem. Most jött konkrétan melyik szóval, most a Cécile, a Naval, vagy az Evil, arra most így nem emlékszem. A csúfolók úgy az a léc, ha jól emlékszem. Lecím, vagy lécím, valahogy így. Igen. De érdekes módon a példabeszédeken végig vonul ez az egész dolog. És tudjátok, az a legmegdöbbentőbb, hogy a hülyeségnek, a megátalkodott bolondságnak, baromságnak mondjuk így, a legenyhébb fokozata az a tudatosan választott tudatlanság. Az a legenyhébb fokozata. És képzeljétek el, hogy akkor mi az utána, ami többi, ami jön. Tehát ugye ott akkor jönnek után, ugye van az izé, tehát van ez a ugye van többféle, van sok fajtája ennek még minden, de hogy ugye van ez a talán a, igen, a, van a igen, ami azt jelenti körülbelül, hogy ilyen tapló. Tehát azt jelenti, hogy ilyen tapló. Tényleg ilyen érzéketlen, faragatlan tuskó, ilyen érzéketlen bunkó. Tehát ugye vannak ilyenek, hogy mondja, talán, ha jól emlékszem, ugye Avigail, vagy hogy mondja, vagy Abigail, nem is tudom már, hogy van hébről a neve. Tehát azt mondja, hogy amikor megy Dávidot kvázi kiengeszteni, azt mondja, hogy ne foglalkozzon uram Návalra utalva ezzel a hogy hívjákkal, mert amilyen a neve, olyan ő is. Tehát, hogy bolondság, a neve is bolondság van benne, ugye? Tehát, ja. És konkrétan ezzel mentette meg az életét aztán a fickónak, meg nyilván az egész háztartásnak, meg minden. Aztán természetesen utána, ugye, a fickó szívszélődést kapott, amikor másnap megtudta, hogy igazából mi történt volna. Na, tehát értitek, az a helyzet, tudjátok, hogy tényleg az oktatási rendszer és tehát az e-világ, mondjuk így oktatási rendszer által meghülyített, és ez ugyanolyan, mint a, tehát ilyen, hogy mondjam, nem is, tehát ilyen vérbirkákból, ezekből ilyen végtelen supply van. Tehát ezekből annyi van, hogy ezekből mindig lesz utánpótlás. Tehát ezekkel szemben egyszerűen, hogy mondjam, a nagyszámok törvény alapján az embernek nincsen. Az embernek véges az ideje. És
Gyerekek, most ez a rövid idő alatt, én körülbelül mondom, tehát 3 éve viszonylag relatíve gyorsan eljutottam oda tényleg, hogy azt fölfogtam nagyon gyorsan, mert ugye mind a két oldalnak úgymond az érveire nyitott voltam, és megvizsgáltam ezeket, és azt nagyon gyorsan sikerült belátni, hogy a világ óceánjának nincsen konkrétan mérhető görbülete. Ez biztos. Tehát nem, mérhető görbülete nincs. Mindenféle érzékelési csalódás van, meg ugye nyilvánvalóan hát ez magától értetődő, hogy amikor az apály meg a dagály változik, akkor előfordulhat, hogy van egy bizonyos, hogy mondjam, görbület éppen akkor, amikor gyűn befelé hogy minek hívják a dagály, de az nem, olyan, az nem az a görbület, ami kitakar ilyen komplet, hogy hívják okat. Tehát ez ugye érteni kellene egy csomó dologhoz, amihez az emberek nem az, hogy nem értenek, de még bele se gondolnak, hogy egyáltalán ilyen lehet. Nem igaz, megint jó hangos lesz. Na mindegy, szóval, hogy vannak olyan dolgok, például a fénytörések, hogy azok hogy működnek, a perspektíva, hogy működik az emberi szem, hogyan, tehát mit jelent az, hogy perspektíva, ugye mit jelent az, hogy hány fokos szög alatt van az, hogy tényleg egyszerűen a szemed nem lát dolgokat, és miért van az, hogyha egy optikai zoommal valamibe belezoomolsz, legyen az egy távcső akár, akkor miért van az, hogy olyan dolgok, amik már lebuktak a látszólagos horizont mögött, úgymond látszólag lebukta, azokat vissza tudod hozni? Ugye? És akkor fel jön a következő kérdés, akkor bármit vissza lehet hozni? Nem. Mert megvan, hogy ez hányszoros nagyítást csinál. Ugye? És azért tudod csak egy darabig, és azért csak késleltetni tudod, ahogy eltávolodik tőled. De ugye, hogyha ez a bizonyíték, hogyha valami eltűnik a horizont mögött, és ebből lehet tudni, hogy görbül a izé, mert ugye ez nem mérhető természetesen, hanem ez csak egy érzékelési csalódás, de hogyha te neked nem csalódás, akkor legyen csak érzékelés, akkor hogy a fenében van az, hogy a távcsővel, vagy egy Nikon P900-asra, vagy 1000-essel vissza tudod ezeket hozni? Ugye? És akkor mi van, akkor onnantól már nem? Akkor onnantól mégse görbül a föld? Vagy hogy van ez? Értitek? De semmi probléma, gyerekek, csak legyünk konzisztensek, ugye, hogy hívják el a hülyeségeinkkel. Tehát, hogyha már azt mondod, ugye, hogy ugyanúgy, hogy én is annak én azt mondtam, hogy a Németh Sándor Isten embere, igen, akkor miért csinál ilyeneket, ugye? És akkor ennyire egyszerű. Akkor nem lehet az Isten embere, ugye? És akkor ennél már csak ugye hava tartani, amikor kiderül, hogy az Új Szövetségben nincs is ilyen. Ugyanezt a logikát kellene itt is alkalmazni. Látom, még van egy kis időm, még a szokásos egy órába belefutok. Úgyhogy annyit szeretnék csak még mondani, hogy sokat gondolkoztam ezen, tudjátok, hogy miért van az, hogy olyan emberek, akik nálam nem egy területen konkrétan képzettebbek, műveltebbek, és még megkockáztatom, hogy mi lehet, hogy még okosabbak is, így imalgemeinen, tehát így unblock, elképzelhető, nem tudom. De benne van a pakliban, itt van a Domonics Robi, az nem egy buta fiú. De miért van az, hogy amikor ez a kérdés kerül szóba, akkor ilyen nagyon-nagyon-nagyon, mintha le lenne korlátozva neki az agyi kapacitása, és nem csak az agyi kapacitása, hanem egyáltalán tehát olyan szintű viták, mi az, hibákat vét, amire az ember nem szívesen mutat rá, mert hogyha arra rámutat, nagyon nehéz nem azt mondani, hogy te hülye vagy. Te konkrétan hülye vagy. Különösen azért, mert a Domo az nem az. Nem hülye, azért nem hülye gyerek. Értitek? Azért nagyon-nagyon nehéz ez, és azon gondolkoztam, hogy létezik az, hogy miért van az, hogy vannak olyan emberek, akik, hogy mondjam, nyitottak az igazságra, és egyszerűen semmi perc alatt úgymond tényleg az van, hogy bizonyos dolgokat mondasz nekik minden, és azt mondják, hogy és nekik elindul úgymond a gondolkodásuk azon a hogy hívják, ahol addig nem gondolkoztak rajta, és egyszerűen ott egy fehér folt volt. Elkezdenek ezen gondolkozni, és saját maguktól elkezdenek rájönni olyan dolgokra, hogy sokszor még ugye az van, hogy visszajönnek hozzám, és ők elmagyaráznak nekem valamit, ami számomra nem volt világos. Értitek? És ebből is lehet látni az, hogy szerintem gondolok, hogy ott megnyílik egy új, hogy hívják. Tehát a valóságnak egy ablaka, az igazi valóságra kitárul egy ablak, gyakorlatilag, ami eddig zárva volt. És elkezdik meglátni azt maguktól utána ezek az emberek, és csak annyit csináltál, hogy segítettél nekik ezt az ablakot kinyitni. De onnantól ugye az van, hogy ők elindulnak szépen, és lehet, hogy sokkal jobban észrevesznek olyan dolgokat, amiket te nem vettél észre magad, aki segítettél nekik az ablakot kinyitni. És hogy miért van az, hogy akár én is
de mások is. Tehát, hogy miért van az, hogy, de mondjuk, ha csak maradok a saját példámnál, hogy miért van az, hogy nekem sikerült úgymond erre, meg más kérdésekben is folyamatosan úgymond tovább tanulni. És miért van, hogy azok az emberek, ezek az emberek nem tanulnak tovább, sőt, elmebetegnek neveznek bennünket, a legalábbis amennyire tudom, például a Harold Pett is konkrétan engem most elmebetegnek tart, ellenére annak, hogy pontosan tudja, hogy a NASA az hazudik, a Kurzweil is tudja, a Kurzweil nem tudom konkrétan, hogy elmebetegnek tart-e, vagy önálló már megindult a, hogy hívják rá, úgymond tehát erre a bibliai kozmológiára való átállás. Nem lepődnék meg, mert ő is egy ilyen eléggé, hogy mondjam, egy ilyen individualista, beállítottságú srác, tehát egy ilyen magányos farkas típus, és sokszor az ilyeneknek ugye nincsen különösebb veszíteni valójuk ilyen értelemben, és ezért hajlamosabb akar, hogy nagyon radikális módon megváltoztassák a véleményüket, befigyelő bizonyítékoknak az ismeretében. Igen. Ja, arról pedig meg is mondtam konkrétan egyébként, hogy te csak azért nem, hogy mondjam, mert ő mindennel tisztább, minden egyéb dologgal teljesen egy hogy hívjákon vagyunk, tehát egy hullámoszon vagyunk minden egyéb kérdésben. De olyan szinten, hogy teljesen képben van a titkostársaság, úgynevezett titkostársaságnak a működésével és befolyásával kapcsolatban, tisztában van a például, most nem akarom mondani, a P betűvel kezdődik, izzával, folytatódik, és utána az angol kapu szó következik, tehát az ebben a kérdésben is teljesen konkrétan képben van, és ez nem egy túl gyakori, aki pontosan tudja azt, hogy ez egy konkrét, hogy mondjam, leleplezés volt. Tehát ez egy konkrét tényfeltáró újságírói munka eredményeképpen egy konkrét leleplezés volt, és utána ezután csak jöttek a tovább a bizonyítékok ezügyben, ez egy konkrét dolog volt. És ezzel is tisztában van, a NASA-nak a hazugságaival is tisztában van, tehát tudja, hogy ilyen nincsen olyan, hogy nem létezik. Nem volt holdra szállás, nem volt, nem létezik. Mi az nemzetközi űrállomás, stb. Tehát, hogy ez mind gyakorlatilag csalás. Ugye, és akkor visszakanyarodhatunk ugye oda, hogy mi alapján is kell a bizonyítékokat, meg az érveket rendezni, hierarchiába, mennyire könnyű csalni. Ez csak egy szekunder bizonyíték volna, tehát ilyen értelemben nem primér, de akit rendszeresen rajta kapnak azon, hogy csal, amikor igazából egyszerűbb volna igazat mondani, vagy egyszerűbb volna az igazságot mutatni, a valóságot mutatni, és ehelyett van Green Room Technology, meg ilyen harnesszek, meg hajszpray, meg nem láthat, nem létező tárgyaknak az innen oda rakása, meg mit tudom én egyik kézből a másikba, meg hogy majdnem megfullad az űrben, vízben, ugye? Vízben, majdnem vízbe full az űrben, ugye? És akkor, ugye? Tehát a gyengébbek kedvéért, vagy a tájékozatlanabbok kedvéért nem akarok senkit megsérteni, tehát az úgynevezett űrsétákat mindegy bazin, hogy medencében veszik föl konkrétan. Igen, ezt egyébként rengeteg ponton ugye lehet látni, a legegyértelműbb és magától értetődőbb és bárkától belátható bizonyíték az apró légbuborékoknak, hogy az űrben így szállnak ilyen apró légbuborékok, ugye hát előfordul az ilyesmi. Ugye az ember egy bizonyos idő elteltével kimászik a vízből, és amikor ugye akkor megszárítják ezt a szkafandert, hát nem senki sem szeret egy izébe beszállni. Most akkor ilyenekről nem is beszélünk, hogyha belül túlnyomás van a kinti nyilvánvalóan, a kinti vákumhoz képest, akkor miért nem úgy néznek ki a szkafanderek, mint a Michelin baba, ugye? Miért? Hogy oldják meg? Akkor meg lehet nézni ezeket a patentokat, meg cipzárokat, meg minden, ugye? Amik ezeken vannak. Tehát ez, hogy egy néhány méter mélységben vagy, akkor az ember azt mondja, hogy rendben van. De amikor az van, hogy kim vagy egy izében az űrben, ahol zéró nyomás van, vákum van. Te pedig ugye megvan az atmoszferikus nyomáson tudsz egyáltalán létezni. Ugye? Most nem az, hogy lélegezni, meg oxigén, meg hanem az, hogy egyáltalán nem durranak szét azon az összes hajszálerek benned, meg a szemgulyód nem fordul ki, meg körülbelül ilyen dolgok. Értitek, miről beszélek? Tehát, na mindegy. Tehát az összes ilyen dologban a Harold Petty tisztában van, viszont ő rendszeresen leül a Domonics Robival, úgymond, és akkor együtt ilyen mindenféle, nagyon egyébként az ömében nagyon-nagyon jó ilyen bibliai, ilyen hogy hívjákokat csinálnak. És mivel a Domonics Robi sajnálatos módon annyi időt seggelt felsőoktatási intézményben, ahol megtanulta azt, hogy hallgatni kell ahhoz, hogy az embernek diplomája legyen, én csak erre tudok gondolni. Különben, tehát senki nem szeretné például azt, hogyha villamos mérnöknek készülés, az mondjuk megkérdezi a diáka, ezért a professzor, hogy kezdj csokolom, meséljen már arra, hogy Tesla, az mit értett az alatt, hogy. Ezt így megkérdeznéd a te professzorodtól amikor a villamos mérnöki karra jársz, vagy nem tudom, hogy hívják,
nem biztos, hogy kultiválnak. Különösen, hogyha az egész előadóteremnek a füle hallatára kérdeznél meg ilyesmiket. Mert megkérdezem azt, hogy hogyan lehet ingyen energiát előállítani, professzor úr. Szeretném, hogyha erről beszélne. Hogyha egy nagyon, hogy mondjam, mert érted gyerekek, hogyha az ember, mert ugye ez erre azt mondanám, hogyha valaki villamosmérnök, és annyira fasz, elnézést, hogy az a gyerek, és ért hozzá ez a dolgokhoz, akkor érdemes lenne ez ügyben, úgymond. Nem azt mondom feltétlenül, hogy YouTube izéket kell bele csinálni, meg hogy Facebook posztokat természetesen, de mondjuk az ember, hogyha már annyira ért hozzá, mint tudom, akkor írjon CD-ket ki, és küldje el az összes ismerősének. Itt van, le van írva, hogy hogyan tudsz ingyen energiát előállítani. Különösen ilyen ínséges időkben, tehát amikor a rezsi, meg minden árak, ugye költségek mennek, az égekbe szöknek, akkor tessék, itt van az, hogy hogyan tudod a föld körül keringő étert, azt befogni az évbe, úgymond, vagy a mágnesességet. De akkor maradjunk, akkor csak az énél, a szélnél, energia befogásánál, ilyen DIY. Ilyenekkel kellene foglalkozni. Már elnézést. Mondom, tehát igazából ez az egyetlen oka annak, például, hogy a Harold Peti, ő még nem, vagy remélem, hogy csak még nem, nyílt föl, úgymond, vagy nem hajlandó, úgymond, ezt ezzel szembenézni. Hogy nem csak a NASA hazudik, úgymond, hanem az egész modell úgy, ahogy van, egy rohadt nagy átverés. Egy jezsuita átverés, elnézést, hogy kimondom. Az is nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben kiderült az, hogy ugye hát az... Ugye, vannak ilyen elmozdíthatatlan emberek, az Anthony Fauci például, ugye erről az emberről, ugye nagyon-nagyon, hogy mondjam, morálisan, hogy mondjam, minden gyanú fölött álló emberek, mint a Judy Mikovits, meg a Robert Kennedy Jr. rendkívül, tehát ezek konkrétan egy rendkívül aljas és gátlástalan, és tényleg egy bűnözőnek tartják az Anthony Faucit. És én inkább hiszek ezeknek az embereknek, mindegy, nem akarom mondani. De hát ez az ember egy jezsuita. Csak hogy tudjatok róla, egy nagyon magas beosztású üzlet. Igen. Most arról nem is akarok nyilvánvalóan beszélni, hogy az egész, a világ legnagyobb ilyen, hogy hívják, egy teleszkópja, az, ha jól emlékszem, az a Vatikánnak a tulajdonában van, valamilyen formában, vagy ők üzemeltetik, nem tudom, valami ilyesmi. Most, és ha jól emlékszem, talán az a neve konkrétan Lucifer, ha jól emlékszem. Ez csak ilyen, ezek ilyen apróságok. Tehát, de gyerekek, szerintem az a probléma, szerintem nagyon, talán az egyik legnagyobb probléma az egész kérdésben az az, hogy szeretnénk úgy mi magunk, én legalábbis, én saját magammal kapcsolatban ezt érzékelem, hogy szeretnénk mi magunk, úgymond, meg, hogy mondjam, magunk egyedül, saját magunk szeretnénk úgymond elnavigálni ebben a hozében, és szeretnénk azt hinni, különösen mindig férfiak, szeretnénk azt gondolni, hogy Isten nélkül is, Jézus nélkül, Krisztus nélkül, a megoldás nélkül mi el tudunk navigálni ebben a világban, és meg, hogy mondjam, értitek, és hogy Istenre csak akkor, majd amikor szükség lesz rád, akkor szólunk. Gyerekek, el szeretném mondani, hogy ez egy tipikus feminista, lázadó nőnek a tempója. Az, amit mi férfiak nagyon sokszor csinálunk Krisztussal szemben, vagy ővel a kapcsolatban. Majd akkor kereslek, amikor olyan hangulatom lesz. Majd akkor szóba állok veled. Ugye? Ő szeretne velünk közösségben lenni minden nap. Ő szeretne rendszeresen megölelni bennünket. Most nem akarok más szavakat használni, mert ő ugye nem, értitek, mit akarok mondani, tehát ő nem, tehát ő nem akar ilyen értelemben velünk, hála Istennek, egyénenként szexuális kapcsolatba lépni, mint hogy a férfiak az ő adott mindegyik a respektív feleségével, tehát mindenki a saját feleségével, ahogy szeretne. De az analógiát remélem értitek. Tehát az, hogy ő szeretne velünk közösségben lenni, és mi úgy vagyunk vele, hogy majd amikor bajba vagyok, majd amikor szükségem lesz rád, majd akkor szólok. Tipikusan az, amikor tehát úgy állunk magához, Jézushoz hozzá, mi férfiak nagyon sok esetben, tehát hogy fejetlenség van konkrétan a férfiak, a családokban, és ez a férfiak részéről is megvan, mert erre tanít és arra kondicionál bennünket, ahogy hívják, úgymond a minden, a világ, hogy egy racionális és egy érthető keretrendszerben élünk, mindent a szánkbarágnak is elmagyarázzák, hogy mindent igazából, mindennek van értelme, mert férfiak mi racionálisan közelítjük meg a dolgokat, valaminek van értelme, vagy nincs, stb. És ha van értelme, akkor mi elnavigálunk ebbe gyönyörűen, és ne szóljon bele senki, mi vágjuk ezt az egészet, és mi képbe vagyunk, és értjük a dolgokat, és tudjuk, hogy mi, hogy meg. Gyerekek,
ez a tempó az, ami megakadályoz bennünket abban, hogy fölfogjuk, hogy mekkora a baj. És hogyha fölfognánk azt, hogy mekkora a baj, és hogy mennyire körbezárt ez az egész rendszer körülöttünk már, hogy itt tényleg már ez is kérek, hogy ezt mondom, hogy a Szentlélek tartja csak vissza azt, hogy itt bennünket gyakorlatilag egy keresztbe lenyeljen az egész vadállatrendszer, ami itt körülöttünk kiépül. Gyerekek, az összes valamire való kulcspozícióban lévő ember az egy olyan titkos társaságnak, egy valamiféle olyan páholynak a tagja, amelyek mind egy kottából játszanak. Értitek? Mi el vagyunk veszve, Isten nélkül el vagyunk veszve, természet fölötti segítség nélkül, a teremtővel való személyes kapcsolat és a vele való, hogy mondjam, és ezt magamnak is ugyanúgy mondom, mert én is egy gyakorlati materialistává váltam azután nagyon nagy részben, hogy kijöttem a HG-ből, mert olyan szinten megundorodtam mindentől és elbizonytalanodtam mindenben. De ugye ezért is nagyon fontos ez, hogyha az ember ezt megérti, hogy Isten igazat mondott, Mózes igazat mondott, Jób könyve igazat mond, a Zsoltárok könyve igazat mond, minden egyes alkalom, amikor a bibliai kozmológiáról szó van, igazat mond, nincs kifogás. Nincs nyafogás akkor, hogyha az ember, megérti azt, hogy ez igaz, hogy az egész úgy, ahogy van, igaz, nincsen arra kifogás, hogyha nem vagyunk kapcsolatban a Teremtővel. Nincsen rá kifogás, sajnos. Ezt magamnak ugyanúgy mondom, ezt ugyanúgy címzem magamnak is. Elnézést, elveszítettem a fonalat, csak az a lényeg, hogy ebből a katyvaszból, tehát ebben tényleg úgy zárt körülöttünk, tudjátok, ahogy a Ruftibnek volt még egy nagyon-nagyon érdekes, hogy hívják-e még talán még az új Exodusban annó. Tudjátok, ez egy ilyen hídgyülekezetében, ugye, meg az a szerencse, hogy a Sándor sokszor nem veszi észre, úgymond, amikor az emberek kibeszélnek, ugye hát vannak ilyen emberek, akik már jó ideje, elég rendesen kibeszélnek, Pajortom egy eklotás példa, kifelé beszélnek a rendszerből, és ugye gyakorlatilag jelzik azt, hogy mi van. Volt egy nagyon jó cikke, hogy hívják róla, tehát erről a lopakodó természetéről, úgymond az Antikrisztusnak, a birodalmának, és az az érdekes, hogy ugye ennek ugye oroszlán szája van, hogy emlékszem, medve, hogy hívják, jai lábai, igen, de viszont a teste az gepárdhoz, vagy pártuchoz, tehát leopárdhoz volt hasonló, vagy igazából leopárd testű, ugye, és azért nagyon egy érdekes állat, ugye, mert mind a kettő az úgy, az igazából az egyik inkább, a másik kevésbére lesből támad. Tehát ugye ennek az a, hogy hívják, úgymond a gyakorlati kvázi implikáció az, hogy közelebb jön hozzád, mindig egy kicsit közelebb jön hozzád, és amikor gyanút fogsz, akkor megáll, és úgysem, hogyha minden rendben lenne. Aztán egy kicsit megint közelebb megy, és akkor, amikor megint gyanút fogsz, akkor és az utolsó pillanatig, amikor már az van, hogy sok esetben nincs menekvés, addig úgy tűnik számodra, hogy minden rendben van, és business as usual, semmi ok az aggodalomra, ugye? No cause for panic. Tehát addig azt gondolod, hogy minden a legnagyobb rendben. Addig a pillanatig, amikor neki iramodik, és gyakorlatilag akkor már sok esetben nincsen esélyed. És akkor már egészen durva akrobatikus mutatványokkal lehet csak úgymond kiszabadulni a karmai közül. Úgyhogy igen, és oroszlán szája van. Ugye az oroszlán ugye ez meg azt csinálja, hogy ordító oroszlán körbejár, ugye? És keresi, hogy ki nem tudna elnyelni. Ugye? Tehát az meg is van írva, hogy ha az fiatal orosz, vagy az oroszlán ordít, akkor kicsoda ne rettegne. Valahogy így. Ugye? Tehát... És ugye ezt látjuk, hogy az oroszlán már nagyon régóta ordít, de közben maga az oroszlán száj, de közben maga ez a leopárd, vagy gepárd, ez úgy közeledik hozzánk, hogy közben csak az ordítást halljuk, és azt is halljuk, hogy az ordítás egyre közelebb van, de körbenézünk, és nem látjuk, hogy hol van. Csak azt látjuk, hogy a terveket már szétkürtölték a világ, hogy mit fognak csinálni, azt is érzékeljük, hogy valahogy érzékeljük, hogy közel van, csak nem látjuk. Tehát a mindennapi élet során nem látjuk azt, hogy ez most hogy mizét, és nagyon könnyű úgymond abban, hogy hívják be, illúzióban ringatni magunkat, hogy eddig is volt valahogy, olyan még sose volt, hogy sehogy se lett volna. Tehát eddig is mindenki hitegetett, meg ijeszgetett, meg mit tudom én, ezután is jó lesz. Gyerekek, hogyha a legalapvetőbb
Tehát, hogy mondjam, egyszer olvastam egy ilyen izét, volt egy ilyen, van, mi talán még is van való az a könyv címe, hogy csak a paranoidok maradnak fönn az Intelnek, a, és nem jutott eszembe hirtelen a neve, az Intelnek a, talán az alapítója vagy vezérigazgatója írt, nem jut eszembe a neve. Egyszer a hetekben, amikor ott azzal közlekedtem, a Morvai kiszólt, meglátta és kérdezte, hogy jó könyv? Mondom, igen, nagyon jó könyv. És egyszer apám meg elkövette azt a hibát, hogy Andrew Carnegie-nek, azt hiszem, Andrew Carnegie-nek volt ez a könyve, hogy hogyan, how to influence people, how to make friends and influence people, valami ilyesmi volt a cím, tehát hogyan szerezünk barátokat és befolyásoljuk az embereket, nem ez a magyar pontos fordításra. És akkor apám mesélte nekem így nevetve, hogy a Sándor utána eléggé ilyen, hogy ilyen gyanakodva nézett rá, ugye, hogy egy ilyen könyvet olvas ő. Ugye? Mert ugye nem, Sándor soha nem volt szabad kinőni, tehát ugye Sándor volt úgymond az, aki az új látásokat, meg az új dolgokat ugyan meg föltárja, úgymond a vezetőségén, meg minden, és elmondja ezeket, tehát olyan nincsen, hogy te magadtól csak így saját szakálladra valami alapvető vagy új, hogy hívják, hogy te magad úgymond elolvasol, vagy művelődsz, anélkül ugye ezt először odaadnád a Sándornak, úgymond, hogy hívják olásra, hogy ezt ő megosztva. És nagyon sok ember ezt nagyon ügyesen, úgymond ezt kiismert ezt a dolgot, ezt az igényt a Sándor részéről, és ezért, hogy rögtön találtam, akkor rögtön odaadta neki, hogy a Morvai ebből csinált karriert. Most arról nem akarok beszélni, lehet, hogy azért, mert elképzelhető, hogy a Sándorral együtt mind a ketten izék voltak, úgymond. A Morvairól ezt lehet tudni nyilvánvalóan. Most így nem emlékszem hirtelen az ő titkos, vagy az én nevére, úgymond. Tehát, hogy mint besúgó neki mi volt a neve annó. De a Laci könyvében, Bartos Laci könyvében ez is le van írva. Igen, de benne van a pakli. Én elképzelnek tartom, hogy tehát ugye a Németh Sándor is a kezdetétől fogva egy beépülő ember volt. Tehát gyakorlatilag a jezsuiták őt konkrétan beépítették az egész üzébe, hogy ugyanúgy, hogy az Alberto Riverát annak idén beküldték ebbe a szárnyait bontogató, hogy hívják, azért, hogy csináljon az egészet, összeráncsa egy izébe, és tehát odaüljön a kormány, ez minél több embert belerángasson ebbe a hajóba, majd neki vezesse a sziklának, az én korallzátonynak, hogy mindenki megfulladjon. Tehát, ja, nem tartom, ezt se kizártnak. Ja, de hát ez csak összeesküvés elmélet. De ez konkrétan tényleg az, mert ez nincsen bizonyítva, ez egy elmélet. De ha így történt volna, akkor ha a bizonyíték, csak szólok előre, ha ezügyben bizonyítékok a későbbiekben előkerülnek, akkor onnantól csak azért kedvéért, a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy akkor ezt át kell tenni az összeesküvés elmélet feliratú stócból az összeesküvés feliratú stócba, jó? Tehát van ilyen, amikor az elméletről bebizonyosodik, hogy nem csak elmélet. Jó, tehát talán, igen, most már igen, egy percnél tart, hogy mi az óránál tartok. Sok mondani valam volna még nektek, csak nem hordozhatjátok el, banyek. Nem, én nem tudom elhordozni, gyerekek, mert ja. Mert ugye megvan írva, hogy van nehézség van a kőben, súly van a homokban, de a bolondnak haragja mindenkinél nehezebb. Tényleg, gyerekek, az a helyzet, hogy nem az a fájdalmas, amikor egy bolonddal találkozik az ember, az a fájdalmas, amikor megvan győződve arra, hogy ő borzasztó okos. És akkor föntartja magának, én is ilyen voltam. Hát amikor a Németh Sándort még az Isten emberének tartom, most képzeljétek el. Hát az a fajta önbizalom, értitek meg, az a fajta küldetéstudat, ugye, ami azzal jár, hogy én most megvédelmezem a Németh Sándort, meg a hídgyülekezetét, értitek? Tehát az, én az Isten különleges kegyelmének tartom valahol azt, hogy nem engedte meg sose, hogy túlságosan hatékony legyek, úgymond az ebbéli, hogy hívják. Ha én megfelelő, hogy hívják, ott platformot kaptam volna arra, hogy védelmezzem a hídgyülekezetét, meg mind gyerekek, ott kőkövön nem maradt volna sok esetben, de én vagy én pusztultam volna, vagy mindenki más, úgymond, aki velem szembeszállt. Tehát én olyan pitbull voltam ebből a szemből, hogy döbbenek. És tudjátok, amikor visszagond, és most pedig azt látom, hogy voltak akkor olyan emberek, akik nem foglalkoztak velem, tehát nem mentek velem, nem álltak le velem szkanderezni, meg nem álltak le velem, hogy hívják olni, vagdalkozni, meg ilyesmi, hanem kikerültek, jó messziről, stb. És nem feltétlenül azért, mert nem tudtak volna úgymond hanem egyszerűen egy ilyen dolgot nem lehet sérülés nélkül megúszni, amikor beléd köt, beléd áll egy bolond ember, aki azt hiszi magáról, hogy okos, és még küldetés tudata is van, aztán nem fogod sérülés nélkül megúszni valószínűleg. Értitek?
Tehát lehet szavakkal is, hogy mondjam, bántani mások, már úgy, hogy már nem is tudja, hogy te gonoszul beszélsz róla. Én már rengeteget tanított erről. Ugye, és ez rendkívül pontosan és nagyon-nagyon-nagyon egyértelműen és világosan megértette, hogy ez hogy működik, és aztán el is kezdte használni. Ugye? Tehát ő ezt konkrétan használja mai napig, tehát az embereknek az átkozását, szidalmazását, rágalmazását, stb. Mert ezt így kell csinálni, ahogy meg is van írva, hogy gonoszért gonosszal ne fizessetek, ugye, például. Ugye, és akkor ő meg ugye elmondta, hogy azért imádkozik, hogy ha nem hagyják abba az ő kritizálását, ez az implikáció, akkor előbb nem süllyedjenek a pokolba azok az emberek, akik őt szidják. Van az a ponttól az embernek ezeket el kell úgymond, egyszerűen menjen mindenki, amire akar, menjen, mindenki csinálja, amit akar, kész. Ez van, sajnos nem lehet. Tehát az akarata ellenére senkit sem lehet megmenteni, körülbelül. Legalábbis úgy nem, hogy... Ja, talán értitek. Na, minden jót, most akkor pont sikerül még egy óra előtt. Tényleg ne haragudjatok, csak ez rendkívül megterhelő. Úgyhogy majd, hogyha az élünk és az Úr is úgy akarja, akkor talán le fog erre, hogyha az Úr erre visz engem, akkor fog talán erőt is adni hozzá, hogy egy kicsit bővebben beszéljek még ezekről. Minden jót, szevasztok!